Süli János miniszter és a Paksi város vezetés tett bejárást a megújult Szentháromság téren hétfőn, mely a sajtótájékoztató után a lakosság előtt is megnyitásra került. Mintegy 5 hónapon keresztül volt a forgalomtól elzárva a terület, mely igen fontos összekötő kapocs a városközpont és az Öreghegy között. Nem csak ami látszik, újult meg, tehát nem csak a burkolatok újultak meg, hanem a közművek cseréjére is sor került, tehát a csapadékvízelvezetéstől kezdve a ivóvíz is cseréjére került, valamint, ahogy az látható is, ha valaki majd erre sétál, természetesen a légkábeleket földkábelekre is kiváltották. Okospadok napelemmel, wifi kapcsolattal és más utcabútorok is kihelyezésre kerültek. A projekt 330 millió forintos kormányzati támogatásból jött létre. Süli János hangsúlyozta, számtalan útfelújítás várat még magára, mint például a Hidegvölgy utca és az elkerülő út. Legbonyolultabb utcákat is sikerült, mert ennek a térnek se volt egyszerű a felújítása, de ugyanúgy az Anna utcának se volt egyszerű, csak ez egy megújuló, szépülő városrészé tudott várni. A gyalogosoknak is kényelmesebb a közlekedés, de az autósoknak is ezt szeretnénk folytatni a városba. A tér parkolási gondjai is megoldottak. Korábban kialakításra került Anna utcai parkolók mellé, a Bezerédi iskola előtt leálló parkolósáv is kialakításra került. A harmadik parkoló megépítése még várat magára, ugyanis 3 pince beszakadása miatt jelenleg ezek tömedékelése zajlik. A szeptemberi iskola kezdésre teljesen birtokba vehetik a paksiak a Szentháromság teret, de a forgalom már most megindulhatott.